A tűzeset 2 hete péntekről szombatra virradóra történt. Gyakorlatilag néhány perc alatt egy egész élet munkája vált a tűz martalékává. A tűzoltók perceken belül a helyszínre érkeztek 4 tűzoltókocsival, de az erős szél miatt nem tudták megállítani a lángok terjedését. A házas pár 3 kiskorú gyermeke, Veljko, Dejan és a 11 hónapos Teodóra a ház egyik részében aludt, a másikban pedig Laura idős édesapja, Jenő. A családfő gyors reakciójának köszönhetően mindannyian elkerülték a tragédiát, így személyi sérülés nem történt. Feltételezések szerint egy a kazánból kipattanó szikra vagy rövid zárlat okozhatta a tüzet. Mi smo svi spavali, ja sam probudio i supruku i decu, kažem požar, bište napolje, budete tatu, ne znam kako je. Kad smo izašli već na tatinoj strani bilo, znači kod svekra. Karácsonyi Jenőt a lánya ébresztette még éppen időben. Csak a lányom kiállt, azt mondja, tata, gyerek, ég a ház. Így mondta, a lányom ébresztett föl, igen. Már máskülönben meg nem lett volna az, akkor nem ébredtem volna föl. Mi minden vált a tűz martalékával? Hát, hogy a legelőször elmentek a szerszámaim, a gépeim, amik útak, tehát a ház, azok a gépek, utána a fürdőszobában, ami tönkrement, mondjuk szerintem a boiler is elment. Micsoda, jó van az az apróság, mondjuk ez a WC, tehát nem tudom, ez mind. És rengeteg könyv, szakkönyvek. Szakkönyveim, fönt voltak a palláson, azok elégtek, meg a spajzba elégett, a mélyhűtőm elégett. Zselko és Laura saját kezüleg apránként újították fel az Ángya Ránkovics utcai házukat, és körülbelül 1 éve költöztek be. Most Laura testvérénél húzódtak meg a gyerekekkel, mert az otthonukban szinte semmi sem maradt, minden a tűz martalékává vált. A falak azonban állnak, így a ház újjáépíthető. Most a legfontosabb, hogy a tető meglegyen legelőször, hogy ne vizesedjenek a falak. Minden segítség jól jön, anyag a házhoz, tisztálkodási szerek, élelmiszer, bármi jól jön, bármi jól jön. De legjobban az az anyag az építkezéshez, hogy fő tudjuk újítani, mivel nagy a kár, hatalmas a kár. Aki szeretne is tudna segíteni a Stigmon családnak, pénzt fizethet be a 340-32-40-13-08-94-es bankszámlaszámra, Erste Bank Laura Stigmon nevére. Amennyiben pedig bárki építőanyagot és bútorokat adományozna, a 061-73-73-467-es telefonszámon egyeztethet a családdal.